Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük a Szent István halála utáni első hatalmi harcot Magyarországon, Orszeoló Péter és Aba Sámuel viszályát. 1038-ban Szent István király utód nélkül halt meg. Unokaöccsét, a velencei Dózse fiát, Orszeoló Pétert jelölte ki trónörökösének, aki pedig ellenkezett akaratával, azt súlyosan megbüntette. Így jár többek között István unokatestvére Vazul is, akit az uralkodó megvakíttatott. Három fiát, Leventét, Andrást és Bélát pedig száműzte az országból. Orszeoló Péter uralkodása kezdetén német ellenes külpolitikát folytatott. A csehekkel szövetkezve többször is megtámadta harmadik Henrik német-római császárt. Péter belpolitikáját tekintve a Szent Istváni utat folytatta volna, ugyanis adókat vetett ki, törvényeket alkotott, pénzt veretett, okleveleket adott ki, és az egyházat is támogatta. Alatta alapították többek között a pécsi székesegyházat is. Azonban nem tudta olyan ügyesen megvalósítani újításait, mint elődje, ugyanis Péter túlságosan is gyorsan kívánta volna a magyarokat keresztény hitre téríteni. A magyar nép körében ekkor még nem honosodott meg teljesen a kereszténység, és nagyon sokan visszavárták volna a pogány hitvilágot. Ráadásul Péter István hívei egy részét is maga ellen fordította azzal a lépésével, ahogy Gizellával, István király özvegyével bánt. Az egykori királynét szabad mozgásában korlátozta az uralkodó, elvette pénzét és javai egy részét is. Gizellának Veszprémben kellett elszigetelten élnie Péter döntése értelmében. Ráadásul Péter nagyon sok egyházi és világi előkelőt is elmozdított az udvarából, és helyükre idegen, német és olasz embereket tett, akik az uralkodó politikájával feltétel nélkül egyetértettek. A tisztogatások következtében az uralkodó két püspököt is leváltott. A világi előkelők közül főként azoktól a főuraktól szabadult volna meg, akik még pogány érzelműek voltak. Ezek a főurak nem bírták elviselni mellőzésüket, és egy összeesküvést szőttek az uralkodó ellen. Vezetőjük egy szintén háttérbe szorított előkelő, a korábbi ispán Aba Sámuel volt. Aba Sámuel a kavarok törzsének leszármazottjait vezette, akik a mai Nógrád megye területén éltek. Aba Sámuelt Szent István király nem katonai sereggel győzte le, mint az erdélyi Gyulát vagy Ajtonyt, hanem hozzáadta a testvérét, Saroltát, és kötelezte a törzsfőt, hogy térjen át a keresztény hitre. Mivel Sámuel ezt megtette, ezért István bőkezően megjutalmazta, és ispánná nevezte ki. Azonban István halála után Orszeoló Péter háttérbe szorította Sámuelt, aki egy Péter elleni szervezkedés élére állt, és elüldözte az országból az uralkodót. Péternek menekülnie kellett Magyarországról, de nem maradt sok választási lehetősége, hogy hova menjen. Mivel Lengyelországban és Oroszországban Vazul fiai és kíséretük élt, ezért oda nem mehetett. Az addigi szövetségese Csehország 1041-ben meghódolt harmadik Henrik német-római császárnak, így Péter már oda sem mehetett. Így egyedül a német-római császárság maradt, oda is menekült a leváltott magyar uralkodó. Harmadik Henrik császár védelme alá helyezte Pétert, és nyilvánvalóvá vált így, hogy Péter csak korábbi ellenfele segítségével tudná visszaszerezni a magyar trónt. Eközben Magyarországon Aba Sámuel 1041. szeptemberében átvette a hatalmat. Uralkodását bosszúval kezdte. Péter támogatóit és párthíveit megölette, valamint megsemmisítette Orszeoló Péter törvényét és adókivetését. Mivel Sámuel tudta, hogy harmadik Henrik Pétert segíti, és a német-római császárság hadserege erősebb, mint a magyar, így követeket küldött Henrikhez, hogy megtudja, lehet-e tartós béke a két ország között. Mivel Henrik válaszra sem méltatta Abát, amelyből az új király arra következtetett, hogy a német-római császár Orszeoló Pétert szeretné visszaültetni Magyarország trónjára. Ezt követően gyorsan reagált, és betört 1042 elején az osztrák őrgrófságba. Harmadik Henrik válaszul ugyanebben az évben ősszel betört Magyarország területére, és egészen a Garam vonaláig nyomult be a német csapatokkal. Ráadásul egy év múlva 1043 őszén újra bevonult Henrik Magyarországra. Ekkor Aba Sámuel mindent megtett, hogy békét köthessen a császárral. Lemondott az 1030-as magyar-német háború során megszerzett területekről, amelyeket még Szent István király hódított el a németektől. Ráadásul Aba még pénzt is fizetett Henriknek, hogy Magyarország királya maradhasson. Így a német-római császár végül békét kötött a magyar királlyal. Miután Aba Sámuel biztonságban érezhette hatalmát Magyarországon, nyíltan szakított a Szent Istváni politikával. Szabad teret biztosított a pogánysághoz húzóknak, a keresztény egyházat pedig igyekezett háttérbe szorítani. A püspököket mellőzte, és meg akarta adóztatni őket.
papokat nem engedte beleszólni a magyar politikába, és visszakövetelte az egyháznak tett korábbi felajánlásokat. Ezen kívül még a Balkánról származó Bogumil eretnekség követőit is beengedte az ország területére. Így egyházpolitikáját tekintve egyértelműen letért a Szent Istváni útról. Ráadásul a király nagyon sok időt töltött parasztokkal és nem nemesekkel, amellyel így a magyar előkelők érdekeit sértette. Nem is meglepő, hogy Aba Sámuel bázisa folyamatosan csökkenni kezdett, hiszen hívei csalódtak benne. Az lett volna a magyar előkelők érdeke, hogyha az uralkodó az istváni politikát folytatta volna, de háttérbe lettek volna szorítva Péter, német és olasz prédikátorai. Ezzel szemben a németeket és az olaszokat hiába szorította háttérbe Aba Sámuel, hogyha nem folytatta az istváni politikát, és olyan embereket helyezett a hatalomba, akik a kereszténység eltörlésére törekedtek. Az elégedetlen főurak egy nemesi összeesküvést szerveztek a király ellen, amikor ez az uralkodó tudomására jutott, Csanádon 50 előkelőt megöletett. Ezzel végleg betelt a pohár, és az abával elégedetlenek harmadik Henrik német-római császárhoz fordultak, és kérték tőle, hogy ne tűrje tovább a király magyarországi rémtetteit. Mivel Aba Sámuel nem teljesítette a németekkel kötött béke néhány pontját, ezért Henrik megtámadta Magyarországot. Az országba betörő német csapatokat magyarok vezették át a nyugati határvédelmi akadályokon, majd 1044. július 5-én a Győr közelében vívott mémfői csatában megütköztek Aba Sámuel seregével. A csata érdekességét szolgálja, hogy kezdetben Aba Sámuel és csapatai álltak nyerésre, de a csata során a Péter iránt hű magyarok kiváltak a seregből, és így harmadik Henrik csapatai könnyedén győztek a magyar király felett. Ráadásul a csatában zsákmányul ejtették Aba Sámuel aranyozott láncsáját is, amelyet Henrik császár hamarosan Rómába küldött a magyar koronával együtt. A csata után Aba Sámuel elmenekült, majd amikor a németek elfogták, akkor Péter hívei kezére adták, akik egy közös ítéletet hoztak és kivégezték a leváltott királyt. Ezt követően harmadik Henrik Székesfehérvárra ment és személyesen ültette vissza orszauló Pétert Magyarország trónjára. Az nyilvánvalóvá vált, hogy Péter csak német támogatással tudja fenntartani uralmát az országban, így lényegében Péter király 1044-től Henrik császár hűbéresévé vált. A hűbéri szertartásra nem kellett sokat várni, ugyanis 1045 pünkösdjén harmadik Henrik újra Magyarországra látogatott, ahol Péter egy nagy ünnepség kereteiben átnyújtott neki egy aranyozott láncsát. Ez az aranyozott láncsa szimbolizálta a magyar királyságot, amely így a német-római császárság teljes befolyása alá került. Orszeoló Péter nem tanult előző uralkodása hibáiból, és ugyanazt a politikát folytatta, amit 1038 és 1041 között. Bevezette Magyarországra a bajor törvényt, amely hatékonyabban védte az uralkodói elit vagyonát és hatalmát, mint Szent István törvényei. Továbbá újra kivetette az Aba Sámuel által eltörölt adókat, illetve újra németeket és olaszokat helyezett vezető tisztségekbe. Ezzel a magyar főurak újra elégedetlenek lettek az uralkodóval. Három összeesküvés is szerveződött a király ellen. Az első összeesküvésnek három vezetője volt, Viske, Bolya és Bonyha. Viske Aba Sámuel egyik főembere volt, aki nagy valószínűség szerint pogány lehetett, így nem tetszett neki Péter erőszakos térítő politikája. Bolya és Bonyha pedig annak az Erdélyi Gyulának voltak a fiai, akit 1003-ban még Szent István király győzött le. Nekik nagy valószínűség szerint az lehetett a problémájuk, hogy kikerültek Péter udvarából, és ezért szervezkedni kezdtek ellene. Azonban ez az összeesküvés kitudódott, és Péter könyörtelenül leszámolt a vezetőivel és a résztvevőivel egyaránt. A másik összeesküvés Csanád városából indult ki, és főpapok és főnevesek szervezték meg. Az összeesküvők vezetője a csanádi püspök Gellért volt. Neki családi ellentéte volt az orszeoló családdal, mivel Szent Gellért is velencei családból származott, csak úgy, mint az uralkodó. Az összeesküvők új királyt keresve a Szent István korában elüldözött vazulfiakban találták meg a megoldást, és követeket küldtek Oroszországba, Leventéhez és Andráshoz, hogy felajánlják nekik Magyarország trónját. Vazul három fia közül Levente volt a legidősebb, András volt a középső, Béla pedig a legkisebb, ő Lengyelországban tartózkodott. Levente és András el is indult Magyarország felé. Egy harmadik összeesküvő csoport is szerveződött Orszeoló Péter ellen. Ezt a csoportot Békés várának ura Vata vezette.
Ő valószínűleg a Körösök vidékén megszállt egyik magyar törzs vezetője lehetett, aki csak úgy, mint Aba Sámuel politikai számításból keresztény hitre tért Szent István alatt, hogy megmaradhasson a törzsi területe élén. Neki az volt a problémája a királlyal, hogy Péter megpróbálta volna elfoglalni Békésvárát és leváltani Vatát. Ezért 1046-ban egy felkelést szervezett az uralkodó ellen. Csak hogy az ő felkelése ideológiailag teljesen más volt, mint Szent Gellérték összeesküvése, mivel Vata a szabad magyarok tömegeire támaszkodott volna, és a pogány magyarokat szólította meg, akik ellenezték az olaszok és németek által terjesztett kereszténységet. Vata felkelése kezdetben Békésből indult ki, majd Kelet-Magyarország nagy részére átterjedt a mozgalma. Levente és András közben Gellérték hívására Oroszországból megérkeztek Magyarországra. Abaújvárot találkoztak Vatáikkal, ahol azt kérték tőlük a felkelők, hogy engedjék a népet a pogányok szokása szerint élni és bálványokat imádni. A két vazul fiú előtt nehéz választás volt, ugyanis teljesen mást képviseltek a vallás tekintetében. A kisebbik, András, Oroszországban keresztény hitre tért, a nagyobbik, Levente azonban pogány maradt. Végül úgy határoztak, hogy engednek a tömeg követeléseinek és jóváhagyták a pogány felkelők programját. Vatáék erre elkezdtek keresztény papokat gyilkolászni az országban. Amikor Péter király tájékoztatták a pogányok akcióiról, éppen a felvidéken tartózkodott. Innen elindult az ország legbiztonságosabb városába, Székesfehérvárra, hogy a felkelők ne tudják elfogni. Székesfehérváron volt azonban Gellért püspök összeesküvő csoportja is, akik átvették a város felett az irányítást, és a város kapuit bezárták a király előtt, aki így a városon kívül rekedt. Ezután az összeesküvők a hercegek köszöntésére indultak. A pesti réven szerettek volna átjutni a Dunán. Amikor a folyóhoz értek, találkoztak Vatáék felkelő csoportjával. Ők a budai oldalon a püspökökre rontottak, és hatalmas vérengzést rendeztek. A fő célpontjuk az egykori csanádi püspök Gellért volt. Őt azért akarta mindenáron megölni Vata, mivel személyes bosszú fűtötte a püspök ellen, hiszen a csanádi püspökség Vata birtokaival közvetlenül szomszédos területen volt, így innen érkeztek főként a térítő papok a Vata által irányított területekre. Szent Gellértet, amint meglátták, elfogták, majd kövekkel dobálták meg. Ezután felvitték a Kelenhegy tetejére, ahol kocsistul letaszították, majd a félholt püspököt egy lándzsával ledöfték. Ezt a Kelenhegyet később át is nevezték a helyszínen vértanú halált haló mártír püspökről Gellért hegyre. A helyszínen vesztette életét egy magyar főúr, Szolnok Ispán is, aki Szolnok megye névadója volt. Ő szintén Vata egyik célpontja lehetett, hiszen Szolnok vármegye északról jelenthetett fenyegetést Vata területeire. Két püspök azonban át tudott kelni a Dunán, amíg Szent Gellértet megölték a felkelők. Az egyikük vértanú halált halt a pesti révnél, a másikukat azonban András herceg ki tudta menteni az eretnekek kezéből. Orszeoló Péter ez alatt Fehérvár alól Moson felé menekült, ahol osztrák földre akart szökni. Csak hogy a magyarok ekkorra már lezárták az ország kiáratait, így Péter nem tudott kimenekülni a magyar királyságból. András ekkor követeket küldött Péterhez, és visszahívta az uralkodót. Ígéretet téve neki, hogy nem fogja bántani. Péter visszafordult, azonban Zámoly faluban András egyik követe el akarta fogni. Itt Péter egy udvarházba szorult, ahol 3 napig védekezett, de utána fogságba esett. Ezt követően Pétert megvakították a pogányok, majd rövidesen meghalt az egykori király. Más források szerint azonban még egészen 1059-ig elélt vakon az egykori uralkodó. Végül az általa alapított pécsi egyházban temették el Magyarország második királyát. Nem sokkal Péter megvakítása után Vazul legidősebb fia Levente is meghalt 1044-ben. Őt pogánymódra temették el dédapja Taksony nagyfejedelem mellé. Levente halálával egyértelművé vált, hogy András herceg lesz Magyarország következő királya. Ő azzal kezdte uralkodását, hogy leverte a Vataféle felkelést, és a mozgalom vezetőit pedig kivégeztette. Vazul legkisebb fiát, a Lengyelországban élő Bélát hazahívta maga mellé, és megtette trónörökösének. Bélával megosztotta András az ország irányítását, és létrehozta a dukátus, azaz a hercegséget, de ez már egy másik történet. Magyarországon Szent István király halála után sem Orszeoló Péter, sem pedig Aba Sámuel nem tudta folytatni az első magyar király politikáját, és mindkettejük hatalma több szempontból is instabillá vált. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára!